Átadásra várnak azok a tartós élelmiszerekből összeállított csomagok, melyeket a dobótéri adventi vásárban eladott bögrékből befolyt összegekből vásárolt az önkormányzat, szebbítéve ezzel a rászoruló egri családok karácsonyát. Boldog karácsony kívánok, és én is kívánok tiszta szívből. Nagyon szépen köszönjük. A csomagokban akár több étkezése elegendő élelmiszerek is voltak, melyekből egy nagyobb család is jól lakhat az ünnepek alatt, sőt édességre is jutott az adományok között. Ezek az adományok, amit mögöttem láthatóak, 75 csomag összesen, ezek az Eger Advent szervező és a város jóvoltából és a befolyt bögre akció keretében összegyűlt összegből sikerült összeállítani. Ezek a csomagok, ezek a rászoruló családoknak lesznek kiosztva, 75 és mindenféle tartós élelmiszert tartalmaz, rizst, száraz tésztát, olajat, tartós tejet, szaloncukrot a gyermekek gondolva, konzerveket. Az adventi bögrékből befolyt összeget egyébként jelképesen a múlt vasárnapi dobótéri gyertyagyújtás előtt adta át a városvezetés Percéné Bocsi Orsolya igazgatónak.